Sajátos életesemény, amikor egy családban ikrek születnek. A szülők sokszor maguk sem tudják, örüljenek-e vagy megijedjenek. A picurkák érkezése sokszoros öröm, ugyanakkor sokszoros igénybevétel is a családnak. Gyermekvállaláskor a legtöbben bele sem gondolnak, hogy egyszerre akár egynél több gyerek is érkezhet a családba. Pedig viszonylag gyakran előfordul, s egyre gyakoribb is a mesterséges megtermékenyítésnek köszönhetően, hogy ikrek születnek. A kis családot kerestük fel a napokban, akiknél fiú ikrek születtek a közelmúltban, s arra voltunk kíváncsiak, hogyan boldogulnak a mindennapokban, immár három gyermekes szülőként. 2010-ben született az első gyermekünk. Ő 4 éves múlt, és hát nagyon jó kisfiú, nagyon kis szeretetéhes, és óvodába jár már. Tehát már 1 éve jár óvodába. Meg szerettük várni azt, hogy óvodába menjem, hogy elteljen az a 3 év, és akkor utána úgy gondoltuk, amikor már bekerült az óvodába, hogy itt az ideje, hogy kistesó szülessen, és persze ő is nagyon várta már. Tavaly novemberben derült ki, hogy baba születik, mert először csak úgy volt, hogy az első ultrahang csak egy babát mutatott, és november végén, mikor elmentem az orvoshoz, akkor derült ki, hogy nem egy baba, hanem 2 van. És hát a legelső gondolatom az volt, hogy meg a családnak is, hogy úristen, most mi lesz, hogy meg tudunk-e birkózni ekkora feladattal. A második gondolat viszont az volt, hogy ez egy csodás dolog, és csoda, hogy 2 kis élet nő bennem. És a család is hát hamar elfogadta. Az anyukától megtudtuk, az iker terhesség teljesen eltér az egygyermekes terhességtől. Ilyenkor sokkal gyorsabban nő a pocak, ami nagyobb is, valamint nehezebb a mozgás is a kismamák számára. Teljesen másabb volt. Tehát 1 gyerekkel a terhességem az teljesen zökkenőmentes volt, kihúztam a 40. hétig, és ha nem nőtt volna a hasam, akkor nem is, tehát észre se vettem volna, hogy terhes vagyok, annyira jól voltam. Az ikerterhesség teljesen más volt. Egészen a 3. trimeszterig kockázatmentes volt. Utána viszont a nagy súlytól, amit cipeltem, a mindennapok nagyon nehézzé váltak, és csak pihenni tudtam, tehát semmit nem tudtam csinálni, és az orvosom is felkészített, hogy lassan be kell feküdnöm a kórházba, és a 30. 31. hétre be kellett a terhes osztályra feküdnöm, ugyanis tudtam, hogy ha az orvosom utasításainak eleget teszek, akkor minél tovább bent lesznek a picik, de teljesen másabb az iketer, nehezebb, sokkal nehezebb. Hál' Istennek semmi olyan panaszom nem volt, ami iketerheseknél előfordult, tehát ez a magas vérnyomás, az iker, tehát a terhes mérgezés, vagy a cukorbetegség. Tehát nálam ez semmi nem fordult elő, de nálam inkább az, hogy alacsony volt a vérnyomásom, és vashiányos voltam. Katika a 30. hétben kórházba került, itt 6 hetet töltött, és a 36. hétben meg is születtek a fiúk, kis Adrián és kis Ádám. A születést követő 4. napon pedig már itthon is voltak az újszülöttek. A 30. hetet betöltöttem, éppen a 31. hétben nem léptem be, akkor kerültem be, és akkor hát persze ott szigorú pihenés volt, nem is tudtam más csinálni, és ennek köszönhetően a 36. hét 6 napra születtek meg a kicsik. A szülés az programozott császárral volt, és hát nem volt egyszerű, de nagyon vártam már, hogy a műtőben a picik megszülessenek, hogy 1 sírás, 2 sírás, tehát ettől nagyon féltem, hogy csak ezen legyek túl. És amikor túl lettem, nagy volt a megkönnyebbülés, hogy rendben van minden, jól vannak a babák, és először megszületett kis Adrián, ő 2800 grammal, 53 centivel, és utána rá 2 percre megszületett Ádám, ő 2830 grammal, és ő is 53 centivel. Utána már nehezebb volt nekem a felépülés, főleg a felépülés, tehát a császár utáni felépülés, az nehezebb volt, még az egy terhesség után is, mert Zolika is császárral volt, de most már azért alakulgatunk, most már jobban vagyok. Szerdán megszülettek, és 4 és fél, tehát vasárnap jöttünk is haza, engedtek haza. Szerencsére, mert mivel hogy eddig kihúztam, ők nem számítottak koraszülöttnek, a súlyuk is rendben volt, egészségesek voltak, és hál' Istennek jöhettünk haza. Ez nagy megkönnyebbülés volt, mert én előtte 6 hétig voltam bent.
Amikor az ikrek egészségesek és már otthon vannak, a legtöbb ikres édesanya azt találja a legegyszerűbbnek, ha összehangolja a babákat. Ez nem egyszerű feladat, de nagyban megkönnyíti a szülők mindennapjait. A héten lesz a harmadik hete, hogy itthon vagyunk, és hát a hétköznapok hol könnyebb, hol nehezebb. Még napközben elég jók a fiúk, tehát esznek, alszanak, egyébként így telik a nap. Hát este már kicsit nehezebb, mert az egyik mindig fent van, tehát felváltva kell az egyik, alszik a másik, és utána fordítva. De összehangoljuk a dolgokat, tehát az etetés, főleg most az etetés, amire nagyon kell figyelni, hogyha az egyik alszik, a másik fel kell, mert éhes, akkor felkeltjük a másikat is, hogy akkor egyszerre egyenek. Nem akarjuk, hogy egész nap abból álljon ki nekünk, hogy hol az egyiket, hol a másikat etessük. És akkor így utána alszanak, tehát végül is evés-alvás, így telik a nap. Mennyivel másabb? Most még ezt annyira nem érezzük. Tehát most még annyira jó babák, hogy ketten vannak. Igazából annyiba tényleg, hogy ketten etetjük. Adrián és Ádám két petélyű ikrek. Köztudott, hogy az ikerpárok között rendkívül szoros a kapcsolat, amely viszonyban azonban nem mindig egyenrangú felekként vannak jelen. Így van ez itt is, s hogy ki is lehet a domináns iker, arra az anyuka adja meg a választ. Teljesen már a hasamban érezhető volt, hogy teljesen különböző egyéniségek. Hát Adrián, ő volt az, aki a kórházban nővéreket is kiakasztotta, mert hogy 6 hétig benn voltam, reggel este szívhangnézés volt, és ő mindig elbújt. Tehát őt, mivel hogy két kis tappancsot tettek a hasamra, Ádám ő mindig megvolt, ő volt a kis feldefekvésű, Adrián ő volt a fejfekvésű, tehát ő volt az, aki előbb meg is született, és őnek soha nem talált. Tehát én voltam a problémás anyuka, úgy hülyéskedtek mindig velem, mert őt nagyon nehezen találták meg, és látszik most is, tehát, hogy ő sokkal akaratosabb, és neki nagyon sokszor igényli, hogy kézbe legyen. Tehát Ádám meg nagyon nyugodt, tehát neki, van nevet most is. Tehát a különbség az, hogy ő nagyon nyugodt kis személyiség, Adrián meg mozgékonyabb, és ez biztos így lesz. Tehát, hogyha nőnek, akkor is biztos, hogy ő lesz a elevenebb, és biztos szerintem ő lesz a domináns személyiség, mert ikreknél hallottam, hogy ez mindig így van, hogy az egyik mindig erősebb személyiség. A családban már nagyon várta az ikrek érkezését a testvér is. Az édesanya elmondása szerint Zolika pedig nagyon szereti a piciket. Nagyon-nagyon szereti őket, ugyanazt a szeretetet adja át nekik, amit tőlünk kapott. Tehát mi úgy neveltük, mindig napi 100 puszi, tehát ez mindig megvolt, és ugyanezt csinálja a tesókkal, tehát egész nap puszilgatná őket. Néha már rá kell szólni, hogy óvatosan, mert ők még picik törékenyek, de hagyjuk, mert nagyon-nagyon szereti. Hogy várja, hogy játszótársak legyenek, erre még várni kell, de majd eljön annak is az ideje. Mennyire vártad a kis testvéreket, és mit szólsz, hogy itt vannak már itthon? Nagyon. Hogy hívják őket? Ádám meg Adrián. Alszanak. Meg még? Esznek. Mit vársz, hogy megnőjenek, hogy tudjanak veled játszani, majd vitt már? Azt várjon. Ikres szülőnek lenni többnyire nem könnyű, sok találékonyságot és alkalmazkodó képességet követel, s nem utolsó sorban az egész család segítségét is igénybe veszi. Tudtuk meg az apukától, Kis Zoltántól. Mindenképpen a két nagyszülő, a két mama főleg, tehát ugye ők a közvetlen munkába, hát a háttér munkába a két papa is, amit tud, de valójában a két mama, aki segít meg, amikor nem tudnak, akkor megpróbáljuk így házon belül megoldani. A 3 óránkénti etetés az egyik fő feladat, ami úgy rendszeres, kivéve, hogyha olyan dolgom van, hogy nem tudok itt lenni. Este a fürdetés,
meg hát éjszaka a ringatása, éppen nem alszanak. Annyival másabb kettő, mint egy, hogy itt két ember kell hozzájuk. Tehát, hogyha egyszerre van problémájuk, akkor mind a kettőt, ugye egy ember nem igazán tudja őket ölbevenni. Hát a nyugalom valójában nem tudom most már eldönteni, mert itt naponta változik. Van, hogy Adrián, van, hogy Ádám a nyugodtabb, de úgy alapjában inkább Ádám, aki nyugodtabb, aki most nálam van éppen, ő a nyugodtabb, a beetetni is őt szoktam inkább, mert őt egyszerűbb, inkább őt vállalom. Mindenképpen dupla öröm, meg különös a helyzet, tehát még most is, hogyha bejövök, benézek a kis ágyba, akkor úgy elgondolkozok, hogy hogy lehet, hogy kettő. Nem olyan, mint egy petévikreknél, hogy egy mása a másiknak, hanem egy teljesen két különálló emberke van itt. Évente mintegy 901, illetve több petélyű ikerpár születik Magyarországon, és ez a szám a mesterséges megtermékenyítésnek köszönhetően egyre nő. Így van ez Püspöktalányban is, hiszen jelenleg mind a 6 védőnői körzetben található ikerterhesség, vagy már megszületett ikerbaba. Tudtuk meg Szőlősiné Nagy Szilvia védőnőtől. Az a tapasztalatunk, hogy ahogy telnek az évek, egyre több ikerbabák születnek, és nagyon meglepő a 2014-es adat, mivel 6 körzetből szinte mindenkinek volt már ikerbabája, vagy van ikerterhessége. Tehát meglepően nagyon sok. Azt gondolom, hogy pár évvel ezelőtt ez még kuriózum számba ment, hogy valaki ikerbabákat vár, de ma már nem annyira. Lehet spontán iker terhes valaki, iker kismama, vagy pedig amikor nem sikerül természetes úton, akkor orvosi segítséget vesznek igénybe, és akkor mesterségesen segítenek. Hát spontán azt mondjuk, hogy öröklött tényezők befolyásolják. Elvileg anyai ágon öröklődik, de előfordul az is, hogy apai ágon vannak ikerbabák a családban. Iker terhesség esetében gyakrabban kell nyomon követni a gyermekek növekedését, fejlődését, és az esetleges kora szülés jeleit is. Az ikerterhesek veszélyeztetett kismamák, ami azt jelenti, hogy a várandóság során felmerülhet olyan betegség vagy szövődmény, ami a magzat vagy az anya egészségi állapotát, szélsőséges esetben akár az életét is veszélyeztetheti. Az ikerterheseket már az első perctől kezdve veszélyeztetett kismamáknak vesszük, ami azt jelenti, hogy fokozott gondozásban részesítjük. Többször látogatjuk meg őket, mint a sima kismamákat, tehát aki nem problémamentes. Ugye eleve két baba fejlődik benne, két magzat van. Ez most attól is függ, hogy egy petélyükrek, vagy nem két petélyükrek. Igazándiból ez nem olyan sok mindent befolyásol. Nagyon sokat kell pihenniük, nagyon odafigyelünk arra, hogy terhességi diabétesz ne alakuljon ki, magas vérnyomásra odafigyelünk, folyamatos laborvizsgálatok vannak, terhes tanácsadásra ugyanabban az ütembe kell jönniük, mint egyébként a kismamáknak, viszont szülészhez, nőgyógyászhoz sűrűbben járnak. Azt szoktuk ajánlani, mivel veszélyeztetettek és két babát várnak, nagyobb a koraszülés veszélye is, erre már jóval hamarabb felhívjuk a figyelmet, és emiatt megyékben, mi Debrecenbe a klinikát ajánljuk szülőintézménynek. A védőnő a gondozásában lévő családokat otthonukban keresi fel. Az ikreket hetente látogatja meg, s mint mondja, valóban szépen, egészségesen fejlődnek a fiúk. Nagyon ügyesen megoldják a táplálást, teljesen összehangolták a két babát, ami tökéletes, úgy gondolom, és ez nagyon sokat könnyít rajtuk a jövőben is. A másik pedig a babák gondozása, a fürdetés, babaápolás, tehát erre is nagy gondot kell fordítani, hogy a napi rend is tehát kialakuljon már most picikorban. Ezen kívül, amit tanácsolunk, az annak megfelelő, ahogy növekednek a babák, tehát a mozgásfejlődés, a fogzás, mindig a kornak megfelelő tanácsokat adjuk. Az ikrek gondozása nem könnyű feladat, hiszen az első napoktól kezdve sok találékonyságot és alkalmazkodó képességet követel. Mindez megtalálható a kis családban, ahol nagyon fontos az összetartás, hiszen tudniuk kell a családtagoknak, hogy számíthatnak a másikra, van kivel megosztani a feladatokat, az örömöket, az aggodalmakat egyaránt. Abban az esetben pedig, ha szeretetteljes a légkör, azt a gyermekek is megérzik.